Sziasztok! Bogyóval úszózunk. Fogtam egy pár keszeget, de nem tudtam fölvenni, mert a hálómat, a merítő hálómat foltoztam, mert volt benne egy pár törpe, az éjszaka valami harami a macska teljesen szétszagadta. Még be is lőtte a vízbe, alig találtam meg. Szóval ne hagyjunk haltartóba halat éjszakára kint. A macskák azok lerendezik. Kicsit borult idő van, de már nincs olyan hideg, mint tegnap. Nem fúj annyira a szél. Nagyon kevés eső volt. Már este, mikor próbáltam gilisztát szedni a fűbe, de nem találtam. Már akkor is, ahol csupasz föld volt, az már nem ragadt. Úgyhogy szerintem ma egy kis szél, és földutak azok valószínűleg járhatóak lesznek hétvégére. Elmaradt az a nagy eső, amit ígértek. Hát ott hagyta. Az előbb meghúzta egy kicsit. De kemény kukorica van rajta, úgyhogy azt nem tudja levenni. Vannak rablások, de szerintem balinok. Zavarják a kis halakat. Lassan vége lesz a balin tilalomnak is. Meg a süllő tilalomnak is. Hát igen, a balin az egy menekülő hal, mikor az ember semmit nem fog, akkor azt ott még éppen lehet. Viszont nagyon jó zsinór kell hozzá, hogy ne látszódjon a vízbe. Mert hogyha sötétebb zsinór vagy színes zsinór, lehet az akármilyen csali, a balin az elkerüli messziről, valahogy meglássa. Fogyók meretten forgászik. Kapás van? Bogyó bestresszelt, nincs. Kapás van, Bogyó? Ez már szivatás, igaz, Bogyó? Azt hittem kulancs. De tényleg kapás van? Emelte egy centit, megemelte az úszót. Nem tudom, hogy látszik-e. Mintha egy kicsit oldalazna is. Hát nagyon óvatos volt. Elhúzta egy 10 centit oldalt, de nem vágtam be, mert alig látszott. Most megerjedt teljesen a konzervkukorica, ritkaság, hogy teljesen erjed, általában büdösödik. De most ilyen jó kis savanykás. És nem puhul el. Olyankor szeretek vele csalizni nagyon. Még az amúrok is szeretik.
gondolkoztam, hogy csinálok pálinkás kukoricát, régen jó volt. Az is lehet, hogy leszette a csalit. Nem szedte le. Közben a hortárnak a vize elég rendesen apad. Már lejjebb ment vagy 15 centivel, nem tudom, hogy miért. Hát még nagy szárazság van, attól függetlenül, hogy két napig csöpögött egy kis eső, semmit nem jelentett. Ugyanúgy össze van repedve a föld. Na, kapás van. Megint. Nagyon óvatos, nem tudom, mi lehet ez. Megint fölcsúszott a gumi. Nem tudom, hogy miért csúszik föl mindig, mert amúgy meg eléggé tapad a boton. Jaj, hát ez jó jött ki. De kigubancolódott szerencsére. Ma már egyszer összegubancolottam, úgyhogy a szerelésekből már kezd elegem lenni. Meg is húzta, így hát jobban látszik a kapás. Beszoktam a butvégével célozni az úszót, amikor, hogyha viszi, akkor jobban látszik. Amúgy észre se veszem. Budjuk a vágya alatt, igaz budjuk. Közben szembe kapás van. Elég sokan vannak kint. Nem is ma le kell nyírni a füvet, mert hát bár nem nagy eső volt, de mindjárt megnőtt, vagy 10 centit. Azt hittem, hogy sikerül egy jó kis akciót a videóba fölvenni, de szégyelősek ezek a halak. De megvan. És ez nem is olyan kicsi. Hoppá, ez mondhatni nagy is. Szokásos gubanc. Ajaj. Megint a stég alá. Bogyó a felébe.
komoly. Beismert a stég a fenébe. Bement a stég alá. Hát ez teljesen rátekeredett. Remélem az úszó megmarad, mert... Hát ezt elboltáztuk, Bogyó. Abba bízunk, hát ha visszafele is elindul, mikor elfogyik a zsinór. Akkor van rá esély, hogy visszafele. Stégen bújszi. Megpróbáljuk hát, ott van a stéglában. Hát itt nem látszik. Nem is a stég alatt van, hanem ott a nád közt valahol. A picsáját. Betekerte valahova. Legalább az úszó kijönne, mert a kedvenc úszón volt. Szerintem már ez leszakította, csak lehet az úszó. Pedig itt nincs olyan nagyon...